A beszélgetésünknek a lényege, hogy lassan itt a piac és környékén nagy változások történnek, és hogy ne akkor szembesüljön a város lakossága, amikor reggel, vasárnap reggel például jön ki a piac, hogy mi is történik itt. Épp ezért, amiről beszélnünk kell, köszöntöm Szőke Zoltán polgármesterőt, miről is kell beszélnünk? Most az aktuális, amiről beszélnünk kell, az a városi piacnak a kérdése, a városi piacnak a hát elkövetkezendő egyesztendőben a sorsa, hiszen a vasárnapi napokon nagy változások fognak bekövetkezni a piac használatával kapcsolatosan. Mint azt előző beszélgetésünkben már említettem, megindul a Zöldváros központ kialakítása, projekt kivitelezése Tiszavasváriban, és az érinti a városi piacot is, a Vágóhíd úti épületet és a városi piac környékét. A városi piac esetében konkrétan az hátsó sátras részen kerül kialakításra egy munkaterület, ahova a kivitelező, a vállalkozó fogja deponálni az építőanyagot, a gépeit, az eszközeit, valamint itt fog megvalósulni az a fejlesztés beruházás, ami a pályázatnak a része. Ezért, akik a piac területén itt árusítottak, ugye elárusítva a hely nélkül maradnának, de mi ezt nem szeretnénk, hiszen nagyon sokan járnak ide hozzánk a környező településekről, a tiszavasváriak is boldogan vásárolnak ezektől az emberektől, meg hát nekik ez egy megélhetési forrás, hiszen a vasárnap piacnappal ők számolnak, nem szeretnénk őket sem elveszíteni, az árusainkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy az elkövetkezendő egyesztendőre az Adria utat, a Nyárfa utat és a Vágóhíd útnak az egy részét a vasárnapi napokon le fogjuk zárni, és a közterületen biztosítjuk majd az árusoknak az árusítási lehetőséget, a tiszavasváriaknak, meg az ide látogatóknak a vásárlási lehetőséget. Ez most 29-ével, azaz vasárnappal el is indul. Az előkészítő folyamatok elkészültek, az árusok tájékoztatva lesznek, most 29-én indulnak meg a konkrétan az ide való letelepítések, a helykimérés, és hát mindennek az elrendezése. Biztos vagyok benne, mint minden új dolog, azért nem fog zökkenőmentesen zajlani, hiszen egy új helyre, új módon kell majd mindenkinek lecuccolnia, lehet, hogy azok a centiméterek, azok a méterek a sátraknál nem mindig úgy fognak alakulni, de én azt gondolom, hogy pozitív gondolkodással, hozzáállással mindenre lehet megoldást találni. Mi az önkormányzattal, a Tivaszol Kft-vel is ezt tettük, és igyekszünk úgy kialakítani mindent, hogy meg tudjunk felelni a vasváriaknak és az árusoknak is. Úgyhogy nagy erővel, meg nagy várakozással állunk a hétvége előtt. Tehát akkor lefordítva, a fedett részen, ami jelenleg a fedett rész, és a helyi mezőgazdasági őstermelők, kistermelők árulnak, az marad minden úgy, ahogy van, tehát ők továbbra is ott árulhatnak, viszont a sátrasok kerülnek ki az említett utcákba. Így van, tehát a felső rész, mondhatom így, ahol az asztalok, a fedett rész van, ahogy említetted, zöldség, gyümölcs, élelmiszer jellegű termékek, azok maradnak, ott senkit nem fogunk bolygatni, háborgatni, viszont a hátsó rész, az iparcik jellegű ruházat és egyéb ilyen jellegű termékek kerülnek ki a közterületre, úgyhogy ők kerülnek itt elhelyezésre. Befolyásolja bármiben az árusokat? Gondolok itt, hogy nagyobb területet használnak, több helypénzt kell fizetniük, vagy ugyanazzal a tarifával, vagy esetleg, mivel nem a megszokott helyen vannak, kicsit olcsóbb lesz a helypénz. Részleteket az önkormányzat munkatársai fognak tudni adni, természetesen lesznek eltérések, hiszen nem egy piacos helypénzzel, helybérlettel számolunk, hanem egy közterület használati díjjal, közterületre kötnek majd szerződést velünk, és valóban nem azok a méterek fognak kialakításra kerülni, mint eddig voltak. Én azt gondolom, meg ahogy ismerem is az árusokat, meg ahogy tapasztalatból is tudom, tehát ezeket a sátrakat, helyeket lehet úgy alakítani, hogy azok megfelelők legyenek az adott helyszínnek, hiszen nem csak Tiszavasváriba járnak ezek az emberek árust, hanem Hajdonállásra, mert nagyon sok más településen is ott vannak, ott is úgy alakítják a sátraikat, a kitelepülést, ahogy az adott helyszín arra lehetőséget ad. Itt is most a közterületen ezt így kell majd kialakítani, de én azt gondolom, örülni kell annak, hogy nem bezárunk, nem megszüntetünk egy piaci részt, és így bevételtől esnek el az árusok, hanem biztosítjuk továbbra is valamilyen formában még és azt, hogy ők itt árusíthassanak, és hát legyen munkájuk, legyen bevételük. Ami fontos azoknak, akik autóval érkeznek és szoktak jönni a piacra?
az autóval érkezőknek, ahogy szoktam mondani, egy kicsit lehet többet kell majd sétálni, és a megszokott, kiszállok az autóból és belépek a piacra, szokásukból engedni kell, hiszen itt ezen a területen már nem lehet parkolni. Több helyen lezárások lesznek. A parkolási lehetőség a polgármesteri hivatal mögött, a polgármesteri hivatal előtt, az Ady Endre úton és egyéb más közterületeken biztosított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki piacra jár, megtalálhatja a megfelelő parkolóhelyet, sőt, fel is fedezhet újakat, mert például a Szent Mihály téren is meg lehet állni, amit nem nagyon szoktak használni a tiszavasváriak. Lehet picit többet kell gyalogolni a piacra, de biztonságosan le tudja parkolni a járművét, úgyhogy lehetőség lesz a parkolásra. A gépjármű forgalom az természetesen tilos lesz ebben az időszakban, tehát a hajnali óráktól, vasárnap hajnali óráktól, vasárnap délig ez a terület csak az árusoknak és a gyalogos forgalomnak lesz biztosítva. Minden városrész, minden terület elérhető lesz, tehát ne aggódjon senki, aki az üdülőterületre, a csónakázóhoz, a táborba, a strandra szeretne eljutni, az az Adria úton a Polgári út felől, a Penny Market parkolóján keresztül meg tudja közelíteni ezeket a helyeket, és el is tudja hagyni, valamint a polgármesteri hivatal mögött a különböző utcákon el tud jutni a garázssorhoz, vagy el tudnak jutni más területekre is a városba. Ez a terület rész lesz akadályozva. Az itt élőknek sem lesz gondjuk, hiszen biztosítjuk nekik a mozgást, a kapu elejét, a kapu nagykapu részét természetesen szabadon szándékozunk hagyni, hogy a kibejárást azt ne akadályozzuk számukra vagy részükre. Amiről még nem beszéltünk, hogy miután az építkezések befejeződtek, a piac területén lesz bármiféle változás, vagy visszakapja az eredeti állapotát? Az eredeti állapotát nem fogja visszakapni, hiszen a piac területe egy korszerűsítésen, egy modernizáláson esik át. Fedettel árusító részek kerülnek kialakításra ezen a hátsó, úgymond sátras területen is. Meg lesz oldva a csapadékvíz elvezetés, és a tereprendezés is kivitelezésre kerül, úgyhogy egy megújult hátsó résszel, egy hátsó piac résszel fognak majd találkozni az ideérkezők, az majd egy újabb egyeztetés és újabb megbeszélés tárgya lesz, hogy akkor majd ki, hova, milyen feltételekkel, milyen tarifákkal fog majd helyet kapni és helyet foglalni, de mindenféleképpen egy modern, a mai korszínvonalak megfelelő területrész kerül kialakításra, ami már nagyon ráfért a tiszavasvári városi piacra. Akkor végszó lehetne az, hogy kis türelem, kis kitartás mindazért, hogy közösen tudjuk meg élvezni a jót. Türelem, kitartás, megértés, és ha ez megvan, akkor nyugodt szívvel és biztonságosan tudjuk majd használni ezt a megújult piacteret, meg eltölteni ezt az előttünk álló egyesztendőt, ami egy kicsit kényelmetlen, de ha megértéssel vagyunk egymással szemben, akkor ez is el fog repülni igen hamar.